Azt hinnénk, hogy egy magyar szolgálati pisztolyt, egy P9R-t látunk, és tulajdonképpen nagyon nem is tévedünk. Innen is megnézzük, innen is egy P9R, innen is egy P9R. Azonban, ha kivesszük a tárat, akkor ilyen kis zöld kupakokat fogunk észrevenni, esetleg sárgát. Ugyanis ez egy P9R-ből átalakított gázriasztó pisztoly, és a cső ad már nagyon árulkodó. Az éles P9R 9 mm Luger lőszert üzem, ez egyébként a rövidebb csövű RK verzió. A tárkapacitása 14 darab töltény, gázból egyébként néha befér 15 is. 9 mm pakra átalakítani egy rövid csőhátrasiklásos reteszelt záras pisztolyt nem egy egyszerű feladat, itt sem ment bukkanók nélkül. Ugye ennél a fegyvernél a cső hátra mozog és lebillem. Ezt a tulajdonságot a gázpisztoly is megtartotta, de belőle ezt teljesen át kellett alakítani. A szétszedéssel először is a töltetlenséget ellenőrizzük. Bebiztosítjuk, átrakasztjuk a szánt. Kihúzzuk a szánakasztót. Előre levesszük. Kezdjük először is a tokkal. Itt a hátsó vezető lécből lemartak. Itt is. Ezáltal ez a tok, ez már nem lesz alkalmas az éles 9-es Lügerhez. Ugye ahhoz, hogy ez gázpisztolyként gyártható és forgalmazható legyen szabadon, minden fődalomon módosítani kellett. Helyretlő rugó. Megnézzük, látható itt egy elég ronda hegesztésű varrat. És a cső körül is van egy rugó. Ez az éles pisztolyon nincs, és látható, hogy a cső az el van vékonyítva. Sőt, még egy rondábbat mutatok. Ezt a csövet ki se lehet venni. Ez a kibillenthető cső, ez egyébként lehetővé teszi azt, hogy valamennyire lehessen a töltényűrt pucolni. De ennek ellenére ez néhány tíz lövéstől úgy elkoszolódik, hogy egyáltalán nem működik, és amúgy is leginkább csak riasztóval használható. Egyébként érdemes megfigyelni a féknek ezt a finom mechanikához való csodálatos igényét, ezeket a szép, síma felületeket. Mindenhol egymáshoz polírozott, olyan lekerekített acélt. Mondjuk ez mind hülyeség volt, tehát durva és nyers a kidolgozása, és ez még egy egész igényes darabnak számít azokhoz a maguktól rozsdásodó szarokhoz képest, amiket a rendőrségnek és a honvédségnek eladtak. Egyébként ahhoz, hogy működjön a lényegesen rövidebb 22 mm hosszú riasztó töltényjel, módosítani kellett a tárat is. Itt látható, hogy rövidebbre lett véve a tár test mérete belül ezzel a kis betéttel. Természetesen egyéb módosítások is vannak bévül, például az adogató tömb is. És mindazonáltal még a tárfészek is rövidebb lett véve ennél a példánynál, mert ez egy B9R tár, ami eredetileg 9-es Browning Short volt. 9-es Lügernek ugye még hosszabb a tárja. Egyébként a gázpisztolyokon ritka módon a P9R-nek a kezelőszerve is nagyjából változatlanul megmaradtak. Ez a tárkioldó, ez a szánakasztó, amely azonban a legtöbb fegyveren, amit így átlakítottak, csak manuálisan működik, mert a módosított tár nem nyomja föl a szánakasztót belülről. A pisztolyon ugye, mint minden P9R-en van egy fesztenelítő biztosító kar, ami ezen a példányon is bitan keményen jár, ami a finom precíziós megmunkálásnak ismét az eredménye. És a pisztoly egyébként repülőütőszeges, csőre töltve, elvileg tűzkészen hordható, és még a kakasnak is van egy biztonsági állása. Az elsütő szerkezet az klasszikus double action, single action, de ezen a példányon, mint látható, rossz. Ezen a single action és revolverezésnél hát megint szétakadt az elsütő szerkezet, és hozzá kell tennem, ez nem az átalakításnak a problémája, tehát ezt nem a keserű művek kurta el, ez elég konkrétan a fék saját maga készítette ilyenre ezt a pisztolyt. A fegyver tulajdonosa azt mondja egyébként, hogy ezt a hibát nem produkálja, ha lendületesen húzzuk az elsütő billentyűt. Ez például egy rendőrnek a szolgálati pisztolyánál ez nagyon hasznos, hogyha hozzátesszük, hogy előtte olvassa el azt, hogy ezt csak lendületesen szabad húzni. Lendületlenül nem fog elsülni. Ezt a P9R gázpisztolyt egyébként azok szokták vásárolni, akik valamiért magyar rendőrnek szeretik magukat érezni, de mi őket csak úgy hívjuk, hogy sűn! Mi ez a sűn? Sűn!
Ezzel a gázpisztolyjal azért nem játsszuk el a kedvenc Janinak van-e tüze jelenetünket, mert itt a hegesztésnél a két darabból lévő cső időnként elenged, és akkor szép nagy sebességgel kilövi előre a félcsövet. Pont így. Kirepült a cső? Ki? Keressük meg! Gyertek, gyertek, keressük meg a csövet! Aha! Grissom! Hová lett a cső? Várja, videót! Már látom. Az elkövető itt lett a csövet. Akár hiszitek, akár nem, több mint 10 méterre repült a cső. Ennek igazán van cső torkolati energiája. Egy igazi pisztoly, csövesek meg. Igazából azért nem készítettünk belőle valami lőfegyver fődarabot, mert nem csak itt van akasztó, hanem a fegyverben benn maradt részben is. Meg a csőbe töltény. És akkor belevilágítunk. Ilyen bizarr van. De azért durva, hogy milyen messze el tud repülni. A gumifalról pattant vissza. Akkor több mint 10 méterre repül. Egy lövés, egy halál. Ott is van benne akasztó. Igen. Itt is van akasztó. Most azt nézzük meg, hogy a csőnek milyen átütő ereje van. Ja, hát kilőtt a csőbe. Két réteg IPSC lapot simán átlőttünk vele. És itt a cső. Alapvetően jó móka. Keressük még valamit. És egy lövés, egy halál. Rövidebb csövi magyar gázpisztoly. Meg mit kezdnek? Mondja. Egy lövés után elakadt.